A hekszövet metszetünk részleteit a szövettani internetes oldalunkon található orcsány festett metszet segítségével magyarázom el először. A felszínt mindenhol több rétegű elszorúsodó lap hámborítja, a keratin réteg itt vékony, nem olyan vastag, mint a tenyérbőrben. A metszet két oldalán a bőr normál szöveti szerkezetét látjuk, szőrtűszővel, fagyumirigyekkel, időnként verejtékmirigyekkel is, és azt is látjuk kis nagyítással is, hogy itt sokkal barnább a terület, tehát ilyen barna vonalkák vannak a metszet ennek ezen részén belül, mert itt sok elasztikus rost van. Középen ez a világosabban festődő terület, ez a hekszövet. Ez a metszet úgy készült, hogy egy kimetszés után újra szélesebb körben ki kellett metszeni egy bőrterületet, és körülbelül 5 héttel az első kimetszés után a hekszövetet kimetszették szélesebben. És itt a közepén megvan ez a frissen képződött hekszövet. Ezt a metszetet fogjuk a következőben hematoxinozin festéssel is megnézni.